A falu főterén a posta és a gyógyszertár mögött éppen a tetőszerkezetét építik annak az épületnek, ami könyvtárként, egyesületi teremként és ifjúsági klubként működik majd Iszka-Szentgyörgyön. A kis kultúrházat is nagyrészt pályázati forrásból finanszírozzák. Az új Széchenyi terv. Az új Széchenyi terves programok keretében van két programunk. A 2000 lakosú településen az utóbbi években szinte minden utcát felújítottak, rendezett parkokat alakítottak ki, és a falu főtere is megújult. Az, amit évek óta végeztünk, és amit most a végére értünk, és most már csak a kifizetési kérem összeállítása van, az a beltető gyűjtőutas hálózatunk. Itt állunk a Kossuth téren, Iszka-Szentgyörgyön. Itt látjuk azt, hogy ez egy beltető gyűjtőutas KDOP-s pályázat, aminek a lényege, hogy 106 millió forintos összberuházásból sikerült létrehozni azt, amivel bízunk benne, hogy igazi településképet adhatunk a falunknak. Ugyancsak idén készült el a falu új kőszínháza, melyet egy régi kőbánya átalakításával hoztak létre. Ezt a közösségi teret is pályázati forrásból alakították ki. Befejezték a sportöltöző felújítását, bővítését is, továbbá a falu iskolájában egy TIOP pályázat eredményeként számítástechnikai eszközökkel segítik majd az oktatást. A falu Székesfehérvárral közösen is pályázott, jelenleg közbeszerzés alatt van a biciklis út továbbépítésének a kivitelezése. Ezt a pályázatunkat Székesfehérvár közösen elnyertük, és most zajlik a közbeszerzése ennek a projektnek. Várhatóan jövő év végére már végig tudunk kerékpározni Iszka-Szentgyörgytől egészen a Velencei tóig. Nagy terveket szövögetnek Iszka-Szentgyörgyön a megújuló energiaforrások terén is. Az óvodát, a polgármesteri hivatalt, az épülő kis kultúrházat és a sportöltözőt is napkollektorokkal tervezik felszerelni, továbbá az épületekben az esővizet is hasznosítják majd.